Azt hiszem 45 perc áll a rendelkezésemre? Igen. Hát 45 percben a katechetikáról és arról a dolgozatról kéne beszélnem. Választhattam a kettő közül, hogy a katechetikát mutatom be, vagy inkább a dolgozatomat, amit ezelőtt, szinte majdnem 2 évvel ezelőtt tudtam megvédeni. Mind a kettőről fogok beszélni, mert miközben rájöttem és elkezdtem készülni a másodikról, csak a doktori dolgozatnak a témájáról, amit azt hiszem úgy konferált be az Adorján még a levélben, hogy új utak a katekézis vagy a katekatikába. Hát, tehát nagyon nehéz, vagy azt gondolom, hogy nem lehet az alap összefüggések nélkül, vagy alapfogalmak nélkül látni, hogy miről is szól az én témám, vagy az a cím, amit majd itt ismertetni fogok. Ezért mind a kettőt választottam. Első nagy részben inkább a katekhetikáról beszélnék, hogy mit is értünk katekhetika alatt, milyennek a fejlődése, fő pontjai, legyen egy képünk, egy rálátásunk, hogy ez a teológiai résztudomány ez mit foglal magában, és hogy ehhez én hogyan kapcsolódok ebben a dolgozattal, ezt pedig a végén szeretném majd röviden elmondani. Azért látok itt olyan katekétákat, hála Istennek, akik hát lehet, hogy unatkozni fognak, meg kiválóan ismerik ezeket a dolgokat, amiket én itt mondani fogok. Kiváló vagy tanítványaim voltak, vagy katekétája az egyházmegyének, nevekről és arcokról látom mindezt, úgyhogy nagyon örülök, hogy látlak benneteket. És ők, amiről beszélek, azt tényleg a hétköznapoknak a legérdekesebb, sokszor legnehezebb, és ugyanakkor biztos, hogy van benne olyan legörömteli pillanataiban is megélik, és végzik a szolgálatukat. Na most megosztanám a képernyőmet, és mielőtt a képernyőmet megosztanám, én szeretném azt kérni tőletek, hogy itt a chatbe, hogyha azt mondom, hogy katekhetika, katekézis, hitoktatás, és akkor erre majd fogunk beszélni a mai estén, hogy melyik, hogyan kapcsolódik, mit jelent, hogy ti mi jut eszetekbe erről, hogy hitoktatás, katekézis, mit jelent ez nektek, milyen élményetek van, egy szó, tehát nem mondatokat kérek, nem hosszú véleményeket, hanem ebbe a chatfülbe, hogyha elmondanátok, csak így bepötyögtetnétek, hogy ha azt mondom, hogy katekézis, hitoktatás, aki már tudja, hogy a katekhetika mit jelent, az is beírhatja ide azt az egy szót, ami neki fontos, vagy amit jelent. Hitelesség, tanítás, jelenlét, nagyon jó, jönnek a gondolatok, hitre nevelés, hitünk tanítása, misszió, hitélet. Igen, hit átadás. Rendben. Hit bemutatása. Köszönöm szépen, nagyon jó. Hát ti is láthatjátok rögtön, hogy egy központi fogalom itt a hit, amely szinte mindegyik kis gondolatnál bejön és szerepel. És bizony nagy kérdés, hogy nevelhető-e a hit, hogy tudunk-e mit kezdeni azzal a részével a hitünknek, ami alapvetően egy kegyelem, Istennek egy olyan ajándéka, amit nem azért kaptunk, mert megtettünk valamit, hanem Istennek a kegyelme, a hit, az ő szabad ajándéka számunkra, és hogy mit kezdünk, mit tudunk tenni ezért a hitért, a hit továbbadásáért. Nevelhető-e, alakítható-e, formálható-e az Istennek ez a kegyelmi ajándéka? Mielőtt erre válaszolnék, ugye rögtön itt a címlapon láttok egy olyan képet a háttérben, ahol Jézus és a tanítványokat ábrázolja, ez a ma készült nyilván fotó, és azt látjuk, hogy van egy közösség Jézus körül, tanítja őket,
őket küldeni fogja, misszióba küldi, és valahol innen indult minden. Jézustól, a tanítványoktól, ebből az apostoli közösségből, amelyet az evangéliumokból ismerünk meg. Itt születik a hit, ebből a megszólításból, ebből a közelségből, ebből a kapcsolatból, és az a hit, hogy nevelhető-e, nézzünk meg egy nagyon-nagyon rövid kicsi filmet rögtön az elején, hogyha remélem, hogy a hang is át fog menni. Hogyha megfigyeltétek ezt a kis videót, akkor megállítom csak azért kapcsolom be, hogy kicsit visszatekintsünk a... Igen, nem engedi, csak hogyha így befeked... Jó, oké, akkor nem nézzük meg úgy, hogy csak egy képet belőle. Tehát ebből a kis videóból én nagyon szeretem ezt a kis filmet, mert gyakorlatilag a hitnek az ember és a hit, az Isten kapcsolatnak egy nagyon-nagyon érdekes módját mutatja be. Ugye láttunk egy kicsinke magot, amely el van ültetve a föld alatt, és amikor megszületik benne ez az élet, elkezd fakadni ez az élet, akkor az ember azt várná, hogy egyből kitörjön és felfele növekedjen. És ehelyett azt láttuk, hogy az élet első jelei, azok lefele a gyökerek irányába indulnak el. Megkapaszkodik, és ebben a sok-sok hajszál gyökérben, amiben erő van, megtartja magát, és utána töri át ezt a földkérget, és elkezd növekedni. És hogyha megfigyeltétek,
akkor ez a kis gyenge szár, növény, levelek, hát ide-oda imbolygott, ide-oda hajolt, ide-oda borult, mert hogy nem volt elég erős. De amikor igazán megnőtt, igazán megkapaszkodott a gyökereivel, akkor tudott biztosan állni. Hát valahogy ezt gondolom így a hitről és az Isten kapcsolatról, hogy nagyon-nagyon fontos egyszerre az, ami belül történik, és nagyon fontos az, ami az életünk külső dimenzióiban, a hétköznapokban, az emberi kapcsolatainkban, amit látunk, ami látható, a hétköznapok eseményei, és az a kettő, a láthatatlan és a látható, a belső és a külső, az egyszerre fejezi ki mindazt, ami bennünket megtart. És nekünk valahol a kettőt együtt nevelni a hivatásunk. Na most a kateketika, mint a teológiai résztudomány, ennek a hitre nevelésnek, a hit átadásnak, amit katekézisnek nevezünk, és azért nevezzük katekézisnek, mert az ókeresztény egyház, az új szövetség népe, az új szövetségi közösség, az evangéliumok és a levelek, az új szövetségi levelek írások ezt a kifejezést, vagy ehhez hasonló kifejezést használnak. Mindjárt megnézzük, hogy milyen utalások vannak erre az új szövetségen belül. Nos, a katekézis az, a hit átadás, amire reflektál a kateketika. Ezt úgy szoktam elmondani a hallgatóknak, amikor első órán találkozunk, hogy minden gyakorlatra, minden gyakorlati részre van egy tudományos reflexiója a teológiának. Hogyha a Szentírásról beszélünk, a Bibliáról, annak a teológiai reflexiója, ami vizsgálja a Szentírást, ami vizsgálja a bibliai nyelveket, az értelmezését a bibliai könyveknek, történelmi hátteret, stb. Stb. Az a biblikum, ami az egyház tanítását, a dogmákat vizsgálja és azokat értelmezi és egybefogja, a dogmatika. Ami a katekézist, a hit átadást segíti a teológiában, és erre próbál utakat találni a teológiával és más résztudományokkal, tudományágakkal együtt, az pedig a kateketika. Nos, egy ilyen terület ez, amelyről leginkább az utóbbi 50-100 évben beszélünk úgy aktív módon és tudatosan, hogy kateketika, viszont az egész egyház történelmét, az egyház egész evangelizációját meghatározza az, amikor a hit átadásáról beszélünk, hiszen az első meghívástól napjainkig a misszió, a hit átadás él, és élő, érvényes. Kiment a magvető vetni. Ezzel a képpel szeretnék kezdeni, vagy legalábbis folytatni. Az isteni magvetésnek van egy emberi tényezője. Ennek a kegyelemnek, amit Isten elültetett és elindított bennünk, van egy emberi tényezője, ez pedig nem más, mint az igének, a magnak a hirdetése, a hit továbbadása, vagyis a katekézis. Nagyon-nagyon sok múlik azon, és sok minden alakul, formálódik, akár egy családon belül is, hogy az ige, a hit, az hogyan adjuk át, hogyan osztjuk meg, hogyan éljük meg, mit adunk ebből át tovább a következő nemzedéknek, vagy egyáltalán a család közösségében, a társadalom felé. Tehát, hogy ez nem egy utolsó szempont, hanem nagyon is egyik legfontosabb tényezője a katekézisnek, a hit továbbadásának, az, hogy az ember hogyan engedni működni magában az isteni kegyelmet, ezt a magvetést. Nézzük a bibliai alapokat, amelyek még érdekesek lehetnek. Ugye a katekézis egyébként az egész evangelizáció része, az evangélium hirdetésének a része. Azt látjuk, hogy Jézus tanít, egy tanító Jézust ismerünk meg az evangéliumok történéseiből, aki összegyűjti a tanítványokat, neveli, tanítja, kíséri őket, velük van, beszél magáról, képekben, gesztusokban, szavakban, jelekben, csodák segítségével, egyfajta
fokozatos utak járnak be, vagyis fokozatosan vezeti be őket Isten országának titkaiba. Ez a fokozatosság nagyon sokszor előjön egyébként, és azt hiszem egy kulcsfogalom a kateketikában, a katekézisben, hiszen Istennek egyik tulajdonságáról beszélünk, amikor a fokozatosságot említjük. Isten fokozatosan szólítja meg az embert, vezeti, ugyanezt történik Jézus életében is, ugyanezt történik a tanítványok életében, legszebb példa erre az Emmauszi tanítványok története, ahol Jézus melléjük szegődik, meghallgatja őket, szól hozzájuk, elmagyarázza a Szentírást, megnyílik a szemük, megtöri a kenyeret. Tehát ez egy nagyon-nagyon kedves kép számomra a hit továbbadásának egyik módszere, hogy ez a fokozatosság, ez mennyire nagyszerű, és mennyire nyomon követhető a kinyilatkoztatás során. Hogy Isten a teremtéssel nem egy népet teremtett, hanem egy világot, amelybe belehelyezte az embert, ahol kiválasztott egy közösséget. Jézus, amikor meghívja az apostolokat, nem a pünkösddel kezdi, hanem felvezeti, elvezeti őket pünkösdig. A maga tanításával, szenvedésével, feltámadásán keresztül elvezeti őket. Az ősegyháznak egy igehirdető gyakorlata, amely számunkra egy minta, egy példa, egy modell, ahogyan az apostolok a húsvét után pünkösdnek a lelkesedésével elkezdenek beszélni mindarról, amit láttak és hallottak. És ezt megosztják a jeruzsálemiekkel, megosztják később az antiókiai egyházzal, mindenkivel, mindenhol, ahová ők eljutnak. Az egész apostolok cselekedetei gyakorlatilag erről az első nagy igehirdetésről szól, az első nagy katekézisről, a hit továbbadásának első lépéseiről. Úgyhogy ez egy gyönyörű forrás, egy gazdag forrás számunkra. Aztán ez kialakult, az első századtól kezdve folyamatosan alakult, formálódott, hogy ennek a hit átadásnak milyen további formái lettek, és milyeneket gyakoroltak. Egyik maga az igehirdetés. Ezt mondhatjuk egy ilyen gyűjtő fogalom, ha lehet így fogalmazni. A tanúságtétel, ugye a legerősebb attitűdje az ókeresztény közösségnek az, hogy tanúságot tettek, hogy az egész életük egy tanúságtétel volt. Ez szólította meg mindazokat, akik megismerték a Krisztus hívőket. Ide tartozik az igehirdetéshez, a katekézis területéhez a homília, a tanítás. És vannak kifejezések a Szentírásban, legfőképp nyilván görög kifejezések, hiszen az Új Szövetségről beszélünk, amelyek visszaadják, és amelyek a katekézisre vonatkoznak, visszaadják ennek a szónak az eredeti értelmét. Ezzel a kifejezéssel egyébként, hogy katekézis, így nem találkozunk, viszont van egy katekein kifejezés, egy görög szó, ami azt jelenti, hogy valami felülről visszhangzik, valami felülről szól, valamit visszaadni, tanítani, elbeszélni. Hogyha egy spirituális vonalat adunk ennek, akkor azt mondjuk, hogy valaki megszólít engem, és én ezt továbbadom, visszaadom, elbeszélem, tanítom mindazt, amit ebből a kapcsolatból megtapasztaltam. Nagyon-nagyon sok kifejezés van, ami a hit továbbadását írja le az újszövetségi könyvekben, az evangéliumokban. Ebből csak kettőt hoztam most ide. Egyik a didaskein, ugye tanítás, a másik pedig az eugalizein, ami evangelizációt, evangelizálni igét jelenti magyarul. Tehát az Új Szövetség elég sokféleképpen tárja elénk, nagyon gazdagon, sokszor ez helyzettől, sokszor ez az ókeresztény közösségnek a hagyományától, kialakult gyakorlatától is függ, hogy hol, milyen módon beszéltek a hit átadásáról. Ha tovább megyünk, akkor igen. Az ókeresztény egyháznak, hogy mondottam, van egy gyakorlata, és mégpedig
a legfőbb jellemzője, egy nagyon erős, hitvalló közösségeket látunk, amikor a hit továbbadásáról van szó. Olyan hitvalló közösségeket, akik a vértanúságot is vállalják. Az evangelizációnak, a hit továbbadásának van kockázata. És ezt ők felmérték. És ezzel együtt, ezzel a kockázattal együtt vállalták azt, hogy a hitet nem csak megélik, hanem továbbadják, megosztják. Ugye a közösségekben megélt hit, a közösségekben megélt szentségek, a közösségi liturgiában, ünnepben megélt szentségeknek az ünneplése, ez egy nagyon-nagyon erős közösségi életre utal az első századokban, még hogyha ennek volt egy titok jellege is, hiszen nagyon-nagyon sok minden titokban kellett tartani. Képzeljük el, hogy a mi atyánkot, vagy a hitvallást, akik a kerességre készültek, hát nem kapták meg egyből, vagy nem lehetett kiadni. Most ez így furcsán hangzik nekünk 2022-ben, de az első keresztény közösségekben, amikor valaki katekumenként, vagyis hitújoncként, megtérőként jelentkezett, akár 2-3 éves felkészítő után lett csak megkeresztelve, és a mi atyánkot titokban kellett megtanulnia, és titokban kellett tartania. Ennyire féltették ezt az imádságot, vagy az úrimáját, vagy a hitvallás, ugyanez a krédó. Egy nagyon-nagyon óvatos és fokozatos bevezetést jelentett ez az egyház életébe, titkaiba, misztériumaiba. Ugye a misztérium kifejezés, ez is egy görög szó, és mi talán nem jó magyar kifejezést használunk ennek a fordítására, mert amikor azt mondjuk, hogy mi a misztériumokat ünnepeljük, vagy ezeket éljük, tanítjuk, akkor nem olyan titokról beszélünk, mint amit a magyar nyelv visszaad, hogy ez egy titok, nem mond el senkinek, hanem egy olyan titokról van szó, és a görög kifejezés erre utal, amely fokozatosan tárul fel az ember előtt. Tehát Istennek a titkai fokozatosan tárulnak fel az ember előtt ebben a vele való kapcsolatában. És az a titok jelleg arra is igaz, hogy az első keresztények élete valóban egy ilyen titok jelleget öltött, mert titokban találkoztak. Éjszaka, katakombákban, ott ünnepelték a kenyértörést, az eukarisztiát. Élő szóval tanítottak, vagyis közösségben foglalkoztak a katekumenekkel. És ott a tanúságtétel volt a legerősebb számukra, az ő tanúságtételük volt a legmegszólítóbb a keresők, vagy a Krisztus nem ismerők számára. Meg kell említenünk itt a katekétika kapcsán, hogyha visszaemlékezünk, azt mondtam, hogy az egész 2000 évet átfogja, az egyház egész történetét, a maga katekétika, a katekézis gyakorlata. Az ókeresztény korban született meg az intézmény, amit katekumenátus intézménynek nevezünk. A katekumenátus intézménye volt az, amely egy fokozatos bevezetést, beavatást jelentett az egyház életében. Ugye a beavatás az az emberiséghez hozzátartozik, az emberi kultúrákhoz. Legfőképpen az ősi kultúrákban volt ennek óriási szerepe, és nagyon sokáig, ugye még ma is sokszor vannak olyan néphagyományaink nekünk is, amelyek kifejezik, hogy milyen beavatások voltak a fiataloknál, a felnőtt életben. Ugye ez mindig egy ilyen határkő volt, ez az iniciáció. És a keresztény közösség átvette ennek az iniciációnak, a beavatásnak a gyakorlatát, nyilván megkeresztelte idézőjelbe, és egy fokozatos lépésről lépésre egy kísérő folyamatot épített fel, amelyben a kereső ember számára, a Krisztus nem ismerők számára egyfajta hitébresztés történt, majd a hitébresztésből, a hit
hittére való meghívásról, amikor ebben a folyamatban megfogalmazódott a keresőben, igen, én akarok az Istenhez tartozni, akarom az életemet hozzákötni, meg akarom ismerni Krisztust, akkor befogadták, és mikor kiválasztották, mikor megismerte a hitét, akkor fölkészítették a szentségek ünneplésére, és mindig húsvét éjszaka ünnepelték a beavató szentségeket, amelyet mindig együtt szolgáltattak ki. És ez elvileg ma is így kéne legyen, hogy a beavató szentségeket együtt ünnepeljük, együtt szolgáltatjuk ki, vagyis a kerességet, a bérmálást és az eukarisztiát. Ennek a sorrendje egyébként megváltozott, mert azt mondjuk, hogy ma mi is történik? Keresség, első áldozás, eukarisztia és bérmálás. Eredeti értelemben az eukarisztia azért van a harmadik helyen, mert ez a teljes közösség Krisztussal. A kenyértörésben, a kenyér színe alatt az eukarisztia adja a teljes közösséget az Istennel. Amikor valaki az eukarisztiához járult, és ebben részesült, akkor a teljes közösségben részesült. És egy másik ilyen szempont a katekumenátus mellett, ami az egész ókort meghatározta, mármint a katekumenátus, hát egy nagyon fontos szempont volt az, hogy csak felnőtteket kereszteltek, hogy ebbe a katekumenátusi folyamatban csak is felnőtteket engedtek be, mert egy tudatos döntést kívánt az, ha valaki meg akart keresztelkedni. Itt látjuk a két főapostolnak egyik kőbe rajzolt viselt ábrázolását, Péter és Pál, akiknek a missziója, az ige hirdetése, az nagyon-nagyon meghatározó volt. Pálnak egyébként a teológiájában a hit átadásra, a hitről való tanításnak egy külön előadást lehetne tartani, hogy ő hogyan értelmezi, ő hogyan beszél arról, hogy mit jelent a hit továbbadása, a katekézis. Itt fönn pedig látunk egy Tunéziában kialakított keresztelőkutat, és lépek egyet a PPT-vel, és látni fogjuk teljes alakjában egy gyönyörű bizánci mozai keresztelték a katekumeneket húsvét éjszaka, tele szimbólummal, ez egy 6. században készült keresztelőkút, mai napig megvan, és az újjászületés, az alfa és az omega, a kezdet és a vég, látjuk ott a legmélyén ennek a kútnak a különböző bibliai és egyéb szimbólumokkal gazdagítva. Tehát a katekézis szempontjából, a hit átadás szempontjából óriási hangsúly volt a felkészítésen és az ünnepen, a keresztség ünnepén. Menjünk tovább. Egy rövid történelmi áttekintés, hogyha azt mondjuk, hogy tényleg ez a kateketika egy 2000 éves folyamat, vagy egy ilyen átölelő folyamat, akkor nézzük meg, hogy hol, mik voltak az erősségek, a legfőbb pontok. Ugye az ókeresztény korról beszéltünk, az első, 5., 6. századot jelenti, a katekézis és a katekumenátus virágkorát jelenti. Mikor változik ez meg? 313 után, ugye a milánói ediktum, ami elismeri a kereszténységet, keresztény vallást, megváltoztatja ezt a katekézis gyakorlatot olyan szempontból, hogy ettől a pillanattól kezdve nincs kimondott, nincs kiélezett üldöztetés, vértanúság, bár vannak visszaélések, de gyakorlatilag nem kell senkinek, nem feltétlenül kell az életét adja senki a hitért, a hitéért, ezért így föllazul ennek a katekumenális folyamatnak, útnak a gyakorlata. A másik kis oszlopban a kora középkort látjuk, ahol a legfőbb jellemző a népvándorlások eseménye volt, ahol hát nagy mondani valónk nincs, mert hogy ahol a király megkeresztelkedett, gondoljunk a magyarságra, ott előbb-utóbb az egész közösség, az egész nép keresztény élet. No, de ami érdekes ebben az időszakban, az a szerzetesi iskoláknak a története, a szerzetesi iskoláknak a kialakulása, ahol
először kezdték el igazán művelni a teológiát, ahol a hit átadásának különböző szempontjai, teológiai résztudományokat, hát bizony itt látjuk az első olyan strukturális intézményi nyomait, persze ott van Szent Ágoston és az ókori teológusoknak a kimondhatatlanul értékes munkája, ami megkérdőjelezhetetlen. Ez egy szervezettebb, összefogottabb intézményt jelent, és megszületnek azok az első művek, amelyek egyfajta katekizmust, a hit rendszerét, a hit legfontosabb igazságait próbálják összefogni, összességében átláthatóvá tenni. Az első ilyen nem klasszikus katekizmus, mint amit a protestáns kortól kezdve ismerünk mi itt Európában, vagy a nyugati világban. Alcuin, egy angol teológus, aki 782-ben a saját kis, mondjuk idézőben katekizmusát összeállítja, majd ott van a Weisburgi, ami 789-ben születik meg, és bizony van egy Portugáliában kiadott lisszaboni katekizmus is, ami 1504-ben, az pedig már a nevében is hordozza a katekizmus kifejezést, 1504-ben kerül kinyomtatásra, és ezt követi majd az ismert Calvin és Luther által kiadott katekizmusok. Ugye ez köszönhető a könyvnyomtatásnak, hogy ez aztán egyre több katekizmust enged megszületni, és a katolikus egyházon belül pedig a legismertebb ilyen könyvek, katekizmusok, a Bellarmin Szent Róbert, vagy éppen a Borromeus Szent Károly által összeállított katekizmusokat jelenti. A katekizmusok alatt értjük azokat a könyveket, azokat a kiadványokat, amelyek a hitigasságait tematikusan, nagyon sokáig, évszázadokon keresztül ilyen kérdés és felelet formájában foglalta össze. Ma már azért egészen más módon beszélünk a katekizmusról. Az egyháznak van egy egyetemes katekizmus, amely 1993-ban jelent meg. Ebben óriási szerepe volt Szent II. János pápának, hiszen egyetemes katekizmusa az egyháznak ilyen értelemben nem létezett, és az első éppen az ő pápasága alatt jelent meg. Mégis a középkor és az újkor határán nevezzük ezt az időszakot a katekizmusok korának, ahol gyakorlatilag a katolikus egyház a protestáns közösségeknek a hittérítő munkája után rájött arra, hogy a katolikus közösség az a hit tartalmát tekintve nem művelt, tehát nem ismeri a hitnek az igazságait. Tehát van egy vallási gyakorlat, de a hit tartalmát nem tudja, nem ismeri. A papok nem prédikáltak, ez nem volt egyértelmű. Tehát nem voltak tanítások. Misézni miséztek, viszont a tridenti zsinat után, a 1524, hiszem, most bocsánat, nem akarok hülyeséget mondani, elnézést, a tridenti zsinat után a papságnak elő lett írva, hogy minden vasárnap és ünnepnap prédikáljanak, hogy igét hirdessenek és tanítsák az embereket. Szóval, hogy a katekézis ilyen szempontból a tridenti zsinatot követően újra virágzásnak indul, és újra jelen van az egyház hétköznapjaiban. Az újkor pedig, amelyet az utolsó kis rész, a hit továbbadása, az pedig még intézményesebb módon fejlődött tovább, mégpedig az iskolai vallásoktatás, a kötelező iskolai rendszer kiépítésével. Hát már nem az volt a kérdés, hogy mit is tanítsunk, nem az volt a kérdés, hogy a hit tartalmát hogyan lássuk át, és akkor vannak a katekizmusaink, most már tudjuk, hogy mi a hitrendszer, mit kell tudnia egy fiatalnak, mit kell egy felnőttnek, hanem azt, hogy hogyan. Tehát, hogy hogyan tanítsuk mindezt. És az újkortól kezdve, legfőképp a 19. századtól indult ez,
egy nagyon komoly módszertani fejlődés született, és vette kezdetét az egyház életében, amely aztán folyamatos a 20. században végig kísérte a hitoktatásnak a 20. századi történelmét. És itt van egy nagy boom, a II. Vatikáni zsinatnak az eseménye, a 20. század egyház történelmének a legnagyobb eseménye, amely az ige hirdetésben, a katekézisben és az evangelizációban óriási lépést tett. Mégpedig II. Vatikáni zsinat előtt egy kulcs szó az a katekézis, katekizmus, illetve a misszió volt, még a II. Vatikáni zsinat után beköszön mondjuk így egy új fogalom, mégpedig az evangelizáció, az evangélium hirdetése. Ez nem volt egy köznyelvben, teológiai köznyelvben nagyon ismert vagy használt kifejezés, nem volt ismeretlen, de nem volt használt kifejezés, viszont a II. Vatikáni zsinatnak köszönhetően ez bekerült a teológiai köznyelvbe. És új hangsúlyok jelentek meg itt a kateketikában. Itt párat emeltem ki, ami a 20. századra és a zsinat utáni időszakra igaz és fontos, legfontosabbak. Egyrészt a tartalom, tartalomrendezés, a kérügmatikus katekézis, amely, ahogy mondottam, próbálta rendszerezni a hit tartalmait. Itt születnek meg különböző korosztályoknak az első katekézisei, a fiatalok katekézise, katekizmus elnézést, a felnőttek, különböző társadalmi rétegeknek kiadott katekizmus, munkás rétegnek. A nyugati világban azért egész más módon az emberi gondolkodást is követve, a civilizációs, kulturális jellemzőket figyelembe véve. Aztán ott van a módszer, amit már említettem, hogy elindult a 19. századtól egy fejlődés, és hát erre teszi a hangsúlyt II. János Pál pápa is, a hogyanra, a módszerre a katekézisben, a hitoktatásban, hogy miért használnak mindig katekézist és kevésbé hitoktatást, erről a végén fogok majd egy pár szót mondani. Az antropológiai szempontok a 60-as években nagyon erőteljes hangsúlyt kapnak, az ember kérdéseivel, az ember problémáira próbál válaszolni az egyház, amikor a hitre nevelés, a katekézis, az evangelizáció területén próbál az emberhez szólni. Tehát próbál reflektálni a kor emberének a problémáira. Ismét előtérbe kerül, annak köszönhetően, hogy a missziók, amelyek a harmadik világban zajlanak ezekben az időszakokban, évtizedekben, előkerül ismét a katekumenátusnak a gyakorlata, a bevezetés és a beavatás. De egy idő után rájönnek a teológusok és az egyház, hogy itt nem csak a harmadik világban van szükség egyfajta katekumenális jellegű vagy katekumenátus folyamatra, hanem a nyugati világban, Európában ugyancsak szükség van egy új stílusra, egy új katekézisre, ami katekumenális jellegű, vagyis fokozatos, ami bevezeti az embert, és nagyon karakteres módon beavatja az egyház életébe. Mert hogy elkereszténytelenedett maga a kontinens, a hagyományos keresztény kultúrák, népek gyakorlatilag elveszítették a gyökereiket, és itt újra föl kell fedezni, újra be kell vezetni az embereket az egyház életébe, a hit titkaiba. Kialakul egy nagyon komoly katekéta képzést érintő szakmai terület, a katekéták képzése, ami az elmúlt évtizedekben legalábbis nyilván hazánkban óriási lépést tett meg az elmúlt 30 évben. Sokan emlékeznek még a 90-es évek előtti, akár titokban, akár visszafogott módon gyakorolt katekéták képzésére Budapesten, vagy éppen itt titokban Szegeden. Ez nyilván a 30 év alatt óriásit változott. És egy kulcsszó, kulcsfogalom ma már a kateketikában, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni,
ez nem más, mint az első evangelizáció. Amikor azt látjuk, hogy bár egy keresztény kultúrában élünk, de azok az emberek, akiket megszólítunk, gyakorlatilag nagyon minimális, vagy egyáltalán nincs kapcsolatuk sem az egyházzal, sem istenképük, vagy sérült az istenképük. A keresztény értékekkel megint csak nincs kapcsolatuk, akkor vissza kell menni a forráshoz, akkor vissza kell menni egész a startvonalhoz, és azt mondjuk, hogy első evangelizáció, hitébresztés. El kell kezdeni előről a hitüket ébrezgetni. És azért van itt második János Pál pápának a képe, azért illesztettem be, mert ő egy nagyon-nagyon fontos, egy mondjuk majdnem azt mondom, hogy forradalmian új fogalmat vezetett be, vagy fogalmazott meg, és ez nem más, mint az új evangelizáció. Nem egyszerűen evangelizálni kell, azt mondta, hanem újra és új módon, és nem tartalmában, hanem stílusában. Ahogyan megszólítjuk, ezt kell nekünk újra gondolni. Most a kateketika ebben is keresi az utat, ebben is keresi a maga helyét, és fogalmaz meg szempontokat. Milyen más területei vannak még a kateketikának, amelyeket érdemes kiemelni? Egyrészt a kateketikának van egy teológiai alapvetése, amit nagyon fontos kiemelni, hiszen ahogyan nevelünk, ahogyan a katekézis során akár fiatal generációt, akár felnőtteket nevelünk, abban megjelenik mindenképp a katekéta, vagy a pap részéről az az istenkép, egyházkép, közösségkép, amelyben él, ahogyan ő gondolkodik az egyházról, amit az egyház tanít és val önmagáról. És ez mindenképpen átitatódik, akár a szavainkon, akár a tanítás egészén, át bevésődik egy hitújonc, egy gyermek, egy fiatal életébe gondolkodásmódjába. Nem mindegy, hogyan beszélünk az egyházról, a közösségről, ezeknek az összefüggéseiről, különböző területeiről. Egyfajta mentalitás alakul itt ki. Beszélhetünk forrásokról, hogy milyen forrásai, milyen szempontjai vannak a katekézisnek, milyen tartalmi forrásokból épül föl, mit értünk, milyen tartalmi tényezők határozzák meg a katekézist, a hitoktatásnak a tartalmát. Aztán vannak szereplők, akiknek vannak feladatai. Itt csak egy párat emelek ki, a püspök, az áldozópap, a katekéta maga, a család, egy nagyon fontos szereplője a katekézisnek, a hitre nevelésnek, és itt mindenkinek megvan a szerepe, hogy kinek miben van feladata a hitre nevelés során. Újra központi fogalom a katekumenátus, és ott vannak a korosztályok jellemzői, amelyeket azért kell áttekinteni, és azért kell komolyan venni, mert ismernünk kell a korosztályt ahhoz, hogy megtaláljuk az utat, hogy a módszert hozzájuk. Most éppen ebben a fél évben én a korosztályok katekézisét tanítom, egy olyan kurzust, és most vagyunk az alfa generációnál, ezzel kezdődik a kisgyermekkor katekézise. Hát nekem is izgalmas, mert egy olyan generációt ismerhetek meg, meg olyanról beszélhetek, amely még egy nagy titok. Tehát, hogy ezt ugye Pécsi Rita szokta mondani, hogy a mai alfa generációra, hogy milyen hatással és milyen következményekkel jár az, ahogyan őket nevelik, és amilyen eszközök, digitális világ, amiben ők nevelődnek, hát az majd meghatározó, hogy hogyan fogjuk tudni őket megszólítani, és ők milyen következményei lesznek ennek az ő gondolkodásukban, az ő kapcsolati kultúrájukban, és így tovább. Szóval ez egy nagyon gazdag téma. És ott van a szakmódszertan, a kateketikai szakmódszertan, ami mint minden tárgynál, minden tudományágnak megvan a maga szakmódszertana, a katekézis is rendelkezik ilyennel, amely területén egy fontos szempont és vonatkozási pont Isten pedagógiának a modellje. Vagyis az, hogy Isten a kinyilatkoztatás során hogyan szólt az emberiséghez, milyen módon szólította meg a Izrael népét, maga Jézusnak az életében milyen
modelleket, utakat, inspirációkat fedezünk fel, amelyek a katekézisre, a hit továbbadására is érvényesek lehetnek, nyilván adaptálva és megfelelő módon kezelve. Néhány dokumentumot hoztam még ide, amelyek nagyon fontosak, a legfontosabbak a katekézis oldaláról. Beszéltünk az evangelizációról, mint egy kulcsfogalomról, amely 6. Pál pápának a apostoli buzdításában végig kíséri ezt a dokumentumot, Evangelii Nuntiandi, amely ismét az egyház szívébe gondolkodásának a középpontjába helyezi ezt a fontos kifejezést. Egyetlen egy apostoli buzdítás született a katekézisről, II. János Pál pápa aláírásával, a Katechisit Radendi, és vannak olyan direktóriumok, irányelvek, amelyek segítenek bennünket, hogy az irányt találjuk meg. Tehát, hogy nem recepteket. Tudom, hogy mindenki recepteket vár általában egy kateketikai, vagy egy katekétától, egy teológustól, vagy tőlem, vagy bárkitől, mondjuk meg, hogy hogy kell csinálni. Hát nem tudunk receptet adni, viszont az irányt próbáljuk tartani, tehát az irányt próbáljuk keresni, és ebben segítenek a direktóriumok. Ilyen az egész világegyházra érvényes katekézis általános direktóriuma, és ilyen a hazánknak is van egy nemzeti direktórium, a Magyar Katekétikai Direktórium, és a legújabb ilyen dokumentum, világegyházi dokumentum tavaly született meg, a katekézis direktórium, aminek még a fordítása hátra van. Hitoktatás vagy katekézis, nagyon röviden. A két kifejezés látszólag, vagy azt gondolhatjuk, és sokszor fölcserélve is használjuk, hogy majdnem ugyanaz. Hát ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor nem. A katekézis, amiről beszéltem a legelején, ugye a tanítás, evangelizáció, visszhangozni, visszaadni valamit. Most a katekézis mindig egy közösségi közegben, egy közösségben zajlik, egy hit elmélyítés. Katekézist azoknak szoktunk tartani, vagy akkor beszélünk katekézisről, hogyha az adott személyeknek van egy Isten kapcsolatuk, és ezt az Isten kapcsolatot szeretnénk elmélyíteni. A katekézis ezt a hit elmélyítést jelenti. Szemben a hitoktatással, ami egy intézményi, legfőképpen ugye benne van a kifejezésben oktatás, tehát hogy információ átadás. A hitnek a tartalmát szeretnénk megismertetni, megtanítani. Ez egy érdekes helyzet, amiben ma van a katekézis és a kateketika. Egy egészen fordítva ülünk a lovon gyakorlatilag, mert hogy a gyakorlat az, hogy tanítunk, és tanítani akarunk mindent a kinyilatkoztatásról, az evangéliumról, az egyházról, az egyház történelméről, és azt gondoljuk, hogy ez a szegmens, ez majd elvezeti a hallgatókat, a fiatalokat, gyerekeket a találkozásra Istennel, akár el is vezetheti, ez nincs kizárva, de először a találkozás történik meg, és talán utána a tanítás. Viszont ez most a gyakorlatban, a hétköznapokban teljesen fordítva működik. Lehet ezt jól csinálni, lehet ezt kiegészíteni, és egymást kiegészítve gyakorolni. Nagyon sok mindent el kéne engedni ehhez, hogy ezt újra kezdjük. Ebben is kéne egy ilyen első evangelizáció a katekézist illetően, hogy újra kezdjünk dolgokat. Hát most erre nem vállalkoznék, hogy ezt kifejtsem, hogy gondolom és hogy látom, de ez is egy nagyon-nagyon fontos téma. És akkor egy utolsó ábra, amit szeretnék idehozni, ami gyakorlatilag összefoglalja mindazt, amit én itt nagyon gyorsan próbáltam elmondani. Ugye itt van a katekézis, mint gyakorlat, a kateketika, mint az erre a gyakorlatra adott tudományos reflexió. A kateketikának két nagy területe van, egyik a teológia, azon belül pasztorális, egyháztörténet, dogmatika, és van a neveléstudomány, valláspedagógia, módszertan, élménypedagógia, és ezek pedig ugyanúgy reflektálnak, ugyanúgy átvezetnek bennünket a két terület gyakorlati formáira. És az én dolgozatom, amiről nagyon röviden szeretnék beszélni, mert ez sokkal több időt vett volna igénybe,
ezt 2 évvel ezelőtt, most visszakapcsolom a megosztást, és akkor megmutatom, amíg van itt valaki, ezek után nem tudom. Ez egy munkapéldánya ennek a dolgozatnak, témának. Ez egy, ami hát nagyon röviden a katekéták mentorálásáról szól, mentorképzésről, kísérésről. Én abból indultam ki egy olyan felmérésből, amelyet az egyházmegyén katekétái között végeztünk el segítséggel, hogy a katekéták azok szolgálnak, végzik a feladatukat. Van, amikor nagyon nehéz körülmények között, van, hogy megfáradva, van, hogy egyedül, van, hogy nincs segítségük, mert hogy az atyának 5 települése van, nincs idő kommunikálni, segítséget kérni, a következő katekéta messze van, nincs, akivel megossza a gondját, kérdéseit, egyedül marad. Nagyon, tehát vannak olyanok, akik a felmérés alapján a kiégés jeleit mutatják. És erre én egy olyan javaslatot fogalmaztam meg, amely a katekéták mentorálásában látja a gyógyírt erre a problémára, és gyakorlatilag a dolgozatom 3 nagy területről szól, 3 nagy témáról. Egyikben bemutattam a Magyar Katolikus Egyháznak a pasztorációját és katekézis gyakorlatát, a második részben pedig egy új paradigma jellegű megoldást javaslok, ami a 2000 éves egyháznak a gyakorlatára épít, hiszen az, hogy mentorálás és kísérés, segítség, ez az egyháznak, az egyházi életben, az egyházi gyakorlatban nem egy távoli fogalom, hiszen erről szól az evangélium, és erre van rengeteg gyakorlata az egyháznak, akár a sivatagi atyáknak a kísérése, vagy éppen a tanácsadás, a lelki vezetésnek a közel 2000 éves gyakorlata ad erre rengeteg szempontot, és a harmadik részben pedig a mentorképzés és a mentorálásnak a folyamatát ismertettem, vagy legalábbis éltem fel, ami a 2 előző fejezet alapján következik, az jelenik meg ebben a 3. részben. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Mi is köszönjük, Levente, atya. Köszönjük szépen, atya. Nagyon szépen köszönjük, atya. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Igen, van, aki ír neked, van, aki szóba mondja. Ezt az átfogó képet szerintem magunkkal visszük. Ez segít bennünket abban, hogy azt a missziós lelkületet, amit erősítettél bennünk, az meglegyen. És nagyon, nagyon hálásak vagyunk neked a háttérképért. Azt látod? Most nincs hangod. Bocsánat, milyen háttérképért? Ott, ami lóg a füled mögött. Uh-huh. Ez a szemináriumnak a... Igen. És hogy nekem az jutott eszembe, hogy ez az egész szentséggel együtt igaz, vagy teljes, vagy nem tudom. Igen. Uh-huh. Uh-huh. Emiatt. No. Na, köszönjük szépen Köszönöm én is. Az estét. Hálásak vagyunk neked, és a résztvevőknek pedig jelzem, hogy már áprilisban folytatjuk az együttlétet. Köszönöm szépen én is, és szép estét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.